A Virágos Magyarországhoz nyújtott be pályázatot Kiskörösváros önkormányzata. Elérkezett az a nap, hogy itt van a bírálóbizottság, aki feltérképezi a várost. Először ugye a polgármester úrnál bent az irodában voltak egyeztetésen. Mi történt most itt? Igen, én nagyon örülök, hogy Schäfer Tamás, a Körös Szó Kft. Ügyvezető igazgatója benevezett erre a városra, és nagyon büszke vagyok rá, hogy alkalmasak vagyunk rá. Meggyőződésem, hogy Kiskörösváros főtere, mert itt most egy főtérről beszélünk, tényleg gyönyörű és érdemes megmutatni bárkinek. A gyulai bírálók jöttek, ők nyerték a Virágos Magyarországot pár évvel ezelőtt, és én azért örülök, hogy más is lássa, hogy mit csinálunk, és azt beszéltük éppen a szakértő bizottsággal, hogy a véleményükre vagyunk leginkább szükségbe és kíváncsiak, hogy mondják el őszintén, hogy mit látnak jónak, mit látnak rossznak, mit kell még tennünk ahhoz, hogy ez az ő szemükkel még szebb legyen, mert ugye mi látjuk, mi tesszük, és lehet, hogy mi azért nem mindent tudunk úgy, ahogy van. Én reménykedem a győzelembe, ezt is mondtam nekik, de a szakmai segítséget még fontosabbnak tartom. Amit még nagyon fontosnak tartok, hogy mi kiskörösiek itt büszkék legyünk a főterünkre, a városunkra, és jól érezzük magunkat a városba, de aki ide jön, az is azt mondja, hogy a fenébe de szép kis város van itt az Alföld közepén. Honnan érkezett a szakmai zsűri, hány főből áll, és kik a tagjai? A Virágos Magyarország országos környezetszépítési versenyben nevezett ugye Kiskörös település, és itt a Főkertész Szövetség látja el a zsűrizést, és így a más települések főkertészeiből, illetve ilyen városgazdálkodási szakembereiből álló zsűri megy el egy másik településre. Jelen esetben Gyuláról érkeztünk mi. Én Szászné dr. Várkonyi Adrián vagyok, a városi főkertész, kollégám Bányai György, aki az üzemvezető helyettes a Gyulai Közzemi Nonprofit Kft-nél, és csatlakozott hozzánk Hódmezővásárhelyről Elek Attila, aki tájépítész, és ő most első évben vesz részt ebben a mozgalomban, mint zsűritag. Ő még tanuló pozícióban van. Mit kell tudni, mit figyel ilyenkor a zsűri, mik azok a szempontok, amit itt Kiskörösön is megnéztek? Az idei évben eltérő a régi rendszertől a nevezés ebben a versenyben, hiszen lehetőség van nem csak teljes településsel pályázni, az egy kicsit nehezebb és összetettebb feladat, hanem lehetőség van egy tematikus pályázat benyújtására, ezt tette meg Kiskörös, tehát itt a legszebb főtér kategóriában nyújtott be pályázatot, és hát azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tette, tehát egy ilyen kis településhez mérten nagyon nagy területű és nagyon szépen karbantartott főteret látunk itt. Ugye tele van a főtér egynyári növényekkel, örökzöldekkel. Mi az, amit ilyenkor a tér kapcsán néznek? Mik azok a szakmai szempontok? Igen, nézzük a növény alkalmazás is, de igazából mindent egyben nézünk. Tehát itt még az is bírálati szempont akár, hogy, és annak is nagyon örülünk, hogy a környező térfalak is megújultak. Tehát onnantól kezdve, hogy érzi magát az ember a településen, ez számít. Tehát amellett, hogy a térfalak milyenek, milyen maga a park elrendezése, milyenek az utca bútorzatok, milyen a burkolat, és emellett nagyon fontos a növény. A növény alkalmazás, hogy mennyire találták el a tervezők a település az erre a klímára való növényeket. Jelen esetben én azt gondolom, hogy nem tudom az utca neveket, de amikor kezdtük a sétát, ott valami bank volt ott, vagy nem tudom, nyilván ott majd az öntözőrendszer pótlással, illetve a kipusztult növények pótlásával teljesebb lesz ez az összkép, de nagyon szép ez a főtér. Mit kell tudni erről ilyenkor, amikor kihirdetik ezt a versenyt, és bírálóbizottságként ebben részt vesznek? Hány települést kapnak? Mindenki csak egy helyre megy, vagy több települést is végig kell majd most nézniük?
Hát nyilván a napi munka mellett ki mennyit tud vállalni, tehát személy szerint mi, vagyis hát ez a bizottság két napot vállalt, és akkor a mai napon Kiskörös és Kecel van, úgyhogy jó messzire eljöttünk, és egy másik napon Hódmezővásárhelyt és Csanádpalotát zsűriztük. Amit én látok, hogy nagyon ritka az, hogy ilyen nagyon kiterjedt belvárossal vagy főtérrel rendelkezzen a település, és azt külön kiemelném itt, ahogy hallottuk, hogy autómentesítették, tehát hogy itt út jött keresztül ezen a téren, tehát hogy mennyire jó, hogy a fenntarthatósági, környezettudatossági szempontot is már itt érvényesítették, hogy egy élhető belváros alakuljon ki. Ami még számomra dicséretes, hogy látszik a törekvés, hogy a régi faállományból is maradtak meg fák, illetve ezeket pótolták ki új telepítésekkel. Tehát nagyon jó egyensúlyban van ez, hogy a megtartott növényállomány, illetve ez kiegészített növényállomány, és egy nagyon jó, szép, zöld, ápolt közterületet, főteret látunk. A Virágos Magyarország zsűrije honnan érkezett, hány főből állt, és mi az, amit megmutatásra kerültnek? Idén pályázott Kiskörös is a Virágos Magyarország pályázaton, és ennek kapcsán a több mint 450 jelentkező közé mi is avanzsáltunk a főterünkkel. A pályázat értékelése egy zsűri bizottság útján történik. Idei évben Kiskörösre a zsűrit Gyula városa adta. Innen érkezett három szakember kertészekből, illetve tájépítészekből álló szakembergárda, akik körbejárták a várost, és az erőre lefektetett értékelési szempontok alapján zsűrizik a látottakat. A főtérnek mely részére lettek ők elvíve, és mik azok, amit a főtéren szempontként figyelembe vesznek? Kiskörös egy tematikus pályázaton indult. Itt azt kell tudni, hogy a kiírás szerint több lehetősége is van a pályázónak, a tekintetben, hogy mit akar megmutatni a saját településéből. Mi ebben az évben, tekintve, hogy először indultunk ezen a pályázaton, úgy döntöttük, hogy tematikus, tehát valamilyen témaköré felépített pályázatot nyújtunk be. Ezt esetünkben a főtér, a város központ és környezete volt. Így ennek megfelelően a városközpont körül, a határoló térfalak mellett, majd a terület belseje felé közeledve a belső részeket jártuk körbe és mutattuk meg, és közben meséltük el, hogy hogyan alakult ki mindaz, amit láttak, hiszen ez a terület, illetve ennek a központi része volt az, ami érintett volt 2015-ben a városközpont rekonstrukciós projektnek, illetve annak is ugye a burkolat felújítási részének, hiszen ennek a pályázatnak, illetve a projektnek keretében nem csak maga a tér, hanem a térfala is megújultak. Ez adta tehát a magját gyakorlatilag a pályázott területnek, illetve az időközben 2015 óta eltelt 7 év során a csatlakozó, de már megújított területeket is bevontuk ebbe és megmutattuk. Úgy talán leegyszerűsítve mindazoknak, akik ismerik a városközpontot, az a rész, ahol az egynyári ágyás koncepciónk megtekinthető idejében, és a rengeteg gyönyörű szép egynyári ágyást alakítottuk ki, gyakorlatilag ezzel a település résszel pályáztunk az idejében. Mi lesz a folytatása ennek? Jövőre indul-e a város, és hogyha igen, akkor milyen szemlélet szerint? Igen, már elkezdtünk ezen gondolkodni. Gyakorlatilag ennek az idejévnek az előkészületei során már megfogalmazódott bennünk az, hogy szeretnénk a jövő évben is indulni, és nem csak a városközpontunkkal, hanem a teljes településsel. Ez ugye egy másik lehetősége az indulónak, hogy nem csak a központját, vagy egy tematikus területét mutatja be, hanem akár a teljes települést is. Mi szeretnénk 2023-ban így indulni. Annál is inkább, mert úgy érezzük, most már megismerve magát a Virágos Magyarország pályázatot, illetve annak kiírását és feltételrendszerét, hogy a Kiskörös város teljes településével méltón tudná képviselni saját magát ebben a megmérettetésben. Nyilván
Ezen pedig akár az idei évben, akár jövőre, vagy bármikor a jövőben, amikor indulunk, szeretnénk a lehető legjobb eredményt elérni, de természetesen azért azt is tudjuk, hogy általában ez mindig egy folyamat része. Mindazok a települések, akik ezen a pályázaton bármikor a múltban, annak története során helyezést, jó eredményt értek el, azok már többedik, sokadik alkalommal indultak a megmérettetésen. Mi nyilván idén is szeretnénk valamit elcsípni esetleg a különböző helyezések vagy külön díjak közül, de ha ez nem is sikerülne, a jövőre biztos, hogy újra nekifutunk az idei tapasztalatokkal, és megpróbálunk egy még nagyobbat mutatni saját magunkból. Mind a mellett, hogy ez egy verseny, és természetesen aki egy versenyre nevez, az a célja, hogy minél előrébb végezzen, de a helyezéstől függetlenül milyen pozitív hozadéka lehet annak, hogy ezen a megmérettetésen részt vesz Kiskörös? Mi elsősorban azért indultunk ezen el, nyilván amellett, hogy szeretünk versengeni, és méltónak látjuk egy ilyen versenyen, egy ilyen megmérettetésen mindazt, amit mi itt a főtéren, ezen a területen elértünk, illetve évről évre megmutatunk. Nyilván szeretnénk tanulni. Ennek a legfontosabb hozadéka, én úgy érzem, az a tapasztalat, amit ezen a munkán keresztül, vagy ezen a pályázaton keresztül saját magunk leszűrünk, megtanulunk, hiszen egy friss szem, külső szakértői vélemény, olyan jegyzett, országosan jegyzett, magasan kvalifikált szakembereknek a véleményét tudjuk meghallgatni, és ezáltal ebből tanulni, akikkel egyébként nem találkoznánk, akik a mi munkánkkal sem találkoznának, és ebből a szempontból már az első és számomra nagyon-nagyon fontos hozadéka megismer ennek a versenynek, hiszen ez a háromtagú grémium nagyon elégedett volt mindazzal, amit látott, és a szóbeli visszacsatolás, ami részükről érkezett, az abszolút pozitív volt, és nagyon is elismerő. Úgyhogy az első ilyen jellegű eredményünk megvan, reméljük, hogy majd a jövőben, akár már ebben az évben, de a későbbiekben mindenképpen még több is lesz. Ugye azt már említetted, hogy Gyula városából érkezett ez a három fő zsűri, ők azért elég gyakorlottak. Mit kell tudni Gyula városáról és a Virágos Magyarország pályázatról? Gyula városa volt nyertese ennek a pályázatnak, ugye a teljes településsel annak idején, az évet nem tudom dátumilag megmondani, de megnyerték ezt a pályázatot, és ezek a szakemberek, akik most a zsűri bizottságon belül ide érkeztek, annak idején részesei voltak annak a projektnek a megvalósításának, amivel ők nyerni tudtak. Tehát ebből a szempontból első kézből tudnak tapasztalatai tőkét nyújtani nekünk a tekintetben, hogy hogyan tudunk a későbbiekben a nyertesek közé akár mi is tartozni, illetve felvettünk velük egy kapcsolatot, szeretnénk a jövőben, már akár a jövő évi pályázat előkészületei kapcsán is tanulmányút céljából ellátogatni Gyulára, és ott közvetlenül a saját környezetükben is tanulni tőlük, mert amit érdemes tudni Gyulára városáról, az feltétlenül az, hogy az egyik leggyönyörűbb, legvirágosabb, legszebb környezetű település, nem csak az épített környezet, hanem a zöld felületei tekintetében is Gyula, és rengeteg olyan gyönyörű zöld felület, akár virágágyások, akár városi parkok, közterek találhatók ott, ahonnan lehet nagyon sok ötletet meríteni. Ezt a jövőben szeretnénk is megtenni, és sok mindent elhozni onnan, amit ott láttunk.